A hagyományoknak megfelelően a közmeghallgatás a polgármester beszámolójával kezdődött. Dr. Csáky András beszélt arról, az elmúlt időszak a szigorú takarékosságról szólt. Beszélt két jelentős alapfeladat állami kézbe kerüléséről, és az állami, valamint önkormányzati forrásokból megvalósult vagy folyamatban lévő beruházásokról is. De arról is számot adott, hogyan teljesültek a lakosság hozzájárulásai a város működéséhez, vagyis a helyi adóbevételek. Adóbevételeink nagyon jól teljesültek, ezúton is köszönjük az adószok fegyelmezett adózását. Helyi iparüzési adóbevételünk 2.643 millió forint volt, ami 6,16%-kal haladta meg a tervezett éves bevételt. Építményadónk az csak 92%-ra teljesült, de így is 267 millió forint bevétel jött belőle. Kommunális adó 97%-ig teljesült. Az idegenforgalmi adót azt 30%-kal teljesítettük alul, tehát kevesebb jött be a tervezethez képest. A polgármester beszámolójában elmondta, a város pénzügyi helyzete stabil, likviditási probléma nem volt és nincs most sem. Ezután következtek a lakossági hozzászólások, kérdések. Csuri Károly több más mellett a város levegőjének minőségéről is beszélt, valamint arra vonatkozóan tett fel kérdést. Ha a Kőrösi úti használt gumi lerakóban tűz keletkezne, ki fogja fizetni a kártérítést? A polgármester válaszában elmondta, ez valóban katasztrófa lenne, ne is történjen ilyen soha. De ha mégis, a cégnek van kötelezettsége a kár megtérítésére. Falusi Marcell pedig arról kérdezte a testületet, mit lehet tudni az elmúlt időszakban napvilágot látott TBC-s megbetegedésekről. Dr. Csáky András válaszában elmondta, minden évben van legalább 4-5 TBC-s beteg a járásban. Az érintett cégtől egyébként már rögtön a legelején értesítést kapott, még a hírek megjelenése előtt. És akkor természetesen a László kórházba került az illető, majd elkezdték szűrni a környezetet, és további 3 egyént találtak, akinél nem igazolódott a TBC, csak fölmerült a gyanú röntgen lelet alapján. Azokat izolálták, tehát kivették a munkások közül, és tulajdonképpen teljes mértékben a környezetet leszűrték, semmiféle egyéb problémát nem találtak. Különben a hatályos egészségügyi minisztériumi rendelet, ami a különböző betegségek kapcsán az eljárásokat szabályozza, az kerekperec leírja, hogy mit kell ilyenkor csinálni. A középút forgalmáról, illetve a gyorshajtókról is kérdezték a testületet. Arra kérték a városvezetőit, tegyenek valamit ellenük, hiszen már baleset is történt. Dr. Csáky András válaszában elmondta, egy 40-es tábla kihelyezésére talán még van is mód, de ismerve a közlekedési kultúrát sajnos valószínűleg nem fog érni semmit. Spindelbauer Attila a Dobmúzeum sorsáról érdeklődött, kiderült, egyelőre nincs előrelépés. Az önkormányzatnak pedig nincs ráhatása, hogyan döntenek az örökösök. Sok más témáról is kérdezték a testületet a közmeghallgatáson, hogy miről, azt megnézhetik YouTube csatornánkon, ahol a teljes felvételt vágatlanul tekinthetik meg.